A most július 7-ével kapott játékok közül az egyik, az Ancient Enemy egy kártyás játék. Úgy kell elképzelnetek, hogy ez a kártyás játék, ha akartok ilyesmivel játszani, akkor hát nyilván mivel ez ingyenes, akkor nyomjátok ezt, de hogyha akartok valami ez, tehát olyanra játszani, mint ez, akkor inkább javaslom nektek a Shadow Hand-et. És hogy miért? Mert az inkább, hogy is mondjam, az jobban ki van dolgozva, én úgy gondolom. És ha hasonlítanom kéne valamihez, akkor a Shadow Hand lenne a Vampire Survivors, az Ancient Enemy pedig a Nomad Survivors. Most így hirtelen ennél jobb hasonlat nem jut eszembe ehhez a szituációhoz. Ezt fogjuk elsőnek megnézni. Steamen egyébként van egy videó fönt, ami nagyjából 4,5-5 perces. Elmagyarázzák, hogy hogyan kell játszani a játékot, hogy melyik kártyát hogyan. Van elvileg tutoriális a játékban, de kíváncsi vagyok, hogy az úgy milyen lesz a tutoriál. Az a 4-5 perces videó, ami Steamen fönt volt ennél a játéknál, az eléggé hasznos volt, én úgy gondolom majd számomra. Persze, majd élesbe kiderül, az a biztos. Ez egy 2020-as játszi, 12,5 euróba kerül, és nincsen konzolra, csak is PC-n, ott is Steamen, ugye? Epic-en meg GOG-on. Most egyébként akciósan tudjátok behúzni jelenleg még ezt is, illetve a Killing Floor-t is pár euróért. A Killing Floor pedig egy zombis game, itt ugye ők meg a Tripwire, aki csinálta, őket a Left 4 Dead inspirálta, és ők modderek voltak korábban, tehát hogy ők úgy lettek egy kiadó, hogy ők csak moddoltak korábban, tök menő. És inspiráló is egyben. Szóval, hogy őket a Left 4 Dead, illetve a hasonló játékok inspirálták, ugye azt a lovagot, azt a hullámot lovagolták meg még 2009-ben, a Red Orchestrával, hogyha jól tudom, és a Tripwire, azért mondom a nevüket, mert hát, ha ismerős lehet nektek, például a Shivari miatt, illetve a Man Eater miatt, a Man Eatert is ők csinálták. 2016 volt, amikor megjelent a Killing Floor 2, az egy pedig 2009-ben, hogyha jól emlékszem, és ez lehetett játszani Early Access-be, durva, hogy már akkor nyomták ezt az Early Access-es dolgot. Lényegében hullámokba jönnek a zombik, és fel kell készülnetek többen, ezt a játékot nem nagyon szokták egyedül játszani, főleg kóba, ahogy itt írjátok, 6 játék, ahogy itt írják 6 játékossal, de vannak szerverek, ahol lehet 50-en is nyom. Tehát, hogy lehet 50 játékossal is nyomni ezt a zombi darálást, az elég kaotikus lehet. Szóval hullámokba jönnek a zombik, és a hullámok között a nyugis időbe lehet költeni a pénzünket, amiket a zombikból, pontosabban a zedekből kapunk. Fegyverre, lőszerre, meg páncélra, meg ilyesmikre. Kíváncsi vagyok, hogy egyedül milyen lesz az élmény, mert tényleg ezek úgy vannak kitalálva, hogy csapatban. Tehát, hogy fontos a csapatmunka. 10 fajta klassz van egyébként. Úgyhogy hát majd megpróbálok kipróbálni párat, nem tudom, hogy meddig jutunk. Oké. Tehát az első az Ancient Enemy lesz, aztán pedig Killing Floor-ozunk, és jövő héten jön az Idle Champions of the Forgotten Realms. Ez egy... milyen játék? Megint egy társas lesz mi. Ez azt írja, hogy ez egy stratégiai játék. Hát ez egy idle játék gyakorlatilag.
Igen. Ú, de jó lesz. Szeretem az Idle játékokat. Kíváncsi vagyok, hogy azért mennyire lesz majd jó játszani. Ha már csak azt nézitek, hogy milyen számok vannak, ezek eléggé jellemzők az Idle gémekre. Szóval lesz egy Idle gémünk. És mi lesz itt a másik? A Wonder Boys The Dragon's Trap. Hát ez alatt pedig fehér lett az Epic Store-om. Ez annyira különleges, hogy még az Epic Store is fehér lett tőle. Ez egy indie action-adventure platformer játék. Aha. Milyen kis aranyos lényekkel tudunk majd itt ugrálni. Hát jó. Mindkettő játék szimpatikusnak tűnik. Talán leginkább ez a Wonder Boy. Ez a Wonder Boy, ez szimpi. Aha, tehát azt a karaktert játsszuk, hogy Hugh Man, illetve van Hugh Girl, Lizard Man, Mouse Man, Piránya Man, Lion Man és Hawk Man. Aranyos játéknak tűnik egyébként mindkettő. De főleg ez a Wonder Boy. Jó, én sem tenem. Lönts! Szóval azt mondod, hogy ez az új Star Wars trilógia, a Shadowhand pedig az eredeti? Igen, igen, ilyesmi hasonlításra gondoltam James-ken. Micsoda late night stream? Hát lassan egy éve. Egy éve vannak csütörtök esti streamek, amikor megnézzük az Epic ingyenes játékokat. Veletek együtt. Szia Petya. Szia Patrik. Üdv mindenkinek, skacok. Az Ancient Enemy az így indul. Oda van írva, hogy Ancient Enemy, ott pedig van egy Continue gomb. Egy Continue gomb. Tudja, hogy Enter vagyok, mert amikor először elindítottam a játékot, akkor beírtam. És megkérdezte, hogy milyen nehézségen szeretném játszani a játékot, és mondtam neki, hogy normális. Volt még kezdő, meg volt valami haladó is, úgyhogy én mondtam neki, hogy normális, az nekem jó lesz. Itt bepipáltam, hogy fullscreen, amúgy fullscreenbe indult el anno a játék. Itt pedig, hogyha rányomok az X-re, figyeljétek, hogy a való élet az nem szórakoztató. Biztos, hogy ki akarok lépni. Change player. Ho-ho! Létre tudom hozni Lajost is. Na látjátok? És én ilyen normált kezdtem. Aha, Nightmare van. Permadeath van. Lajos Permadeath-et kezdett. Jó, most váltsunk. Jó. Bocsánat, össze-vissza nyomkodom itt a gombokat. Hát, én őt szeretném. Bocsánat, megleszek. Nyugalom. Igen, Yanter, oké. Welcome Yanter. Nagyon jó. Szerinted a Ryzen akármilyen videókártya elviszi a... Hát, nem tudom, nem vagyok PC guru. Patrik? Nem tudom. Igen, vagy nem. Select Chapter, ott van valami Stonehenge, amiből nulla darabunk van. Itt meg van egy inventorink. Itt meg a karakterünk. Unearthed Mage-ek vagyunk. A játékhoz egyébként nincsen magyarítás. Vigour? Counter Attack. Oké, hát úgy néz ki, hogy ilyen képességpontokat lehet majd szerezni a karakterünkhöz. Az inventory-ben vannak action kártyák, gírek, meg ability, gondolom én. Itt minden kártya lesz. Jó. Gondolom rá kell nyomni az egyest, az awakening-re. Matt. Awakening. Oda. Shoot. Amikor fölébredtem, nem volt fény. Napok teltek el, samblalamblamblalamblam. Habrikiri, hojta. Milyenek? Awakening 1/2.
Azt mondja a játék, hogy nyomjak rá a playre. Vegyünk ki kártyákat annyit, amennyit csak lehet. Jó. Hogy parancsolsz? Tehát kattintsak egy kártyára, amin a szám nagyobb vagy kisebb, mint a kártya a jobb alsó sarokba. Tehát akkor ugyanolyanra nem nyomhatok, értem. Tehát kettesre nem nyomhatok. De csak ezt engedtem. Ja, hát rányomtam a 3-asra, aztán rányomok a 4-esre, ott 2-es kombó van, aztán nyomom az 5-öst, elképesztő, és megy a 9-es is, amit nem enged. Most mi van? Ja, mert hogy mehet a kisebb is, tehát mehet a 4-es. Ú, elképesztő kombót csinálok. Nem tudom ennek most mi érte van, de gyűjtöm a kártyákat, nagyon jó. Nincs több kijátszható kártya, igen, húzunk egyet, nagyon jó. Igen. Ott egy 9-es. Tehát a 9-es rámehet egy 0. Nagyon jó. Hát ez elképesztő. Ez elképesztő, srácok. Mint hogyha passziánsz hoznék. Igen, a 0-ra mehet a 9 is. Hát a 8-as. Kaptam 10 power-t. Jött a 7-es. Jött a 6-os. Az 5-ös, úristen, 6-os kombókártya. End combo is van, nagyon jó. Hát nyomjuk, már 30-as a power-om, ez elképesztő. Úristen, 2-es, nem lehet 2-es, 2-es, nem engedi a 2-est, tehát akkor csak egyel kisebbet vagy egyel nagyobbat lehet választani. Hát 7-es lett a kombom, meg ott van egy 43-as, tehát akkor ott tudunk felhúzni egy újat. Az mi volt? Ledobtam, tehát hogy vissza lehet vonni. Mert a visszavonás nem lehet visszavonni, ide nem kellett volna rányomni. Jó. Kaptam 70 power-t a 7-es kombóból. Na és most van egy 1-es kártyám, mert a 2-es kártya, mert a 6-os kártya, nem? Húzunk egyet? 3-as, nagyon jó, mert rá a 2-es, mert a 3-as. Húzunk még egyet, és ott a 6-os. Nagyon látsz. Perfekt. Srácok, hát elképesztő. Elképesztő. Ez egyszerűen elképesztő volt. Soha nem kártyáztam még így. De ne izguljatok, ez nem azt jelenti, hogy ez a játék csak ennyi. Tehát, hogy itt PvP-zések vannak. Mármint, hogy nyilván nem másik playeren. Szóval, tehát, hogy nem csak kártyapakolgatások vannak, hanem más ellen is lehet nyomni. Látjátok? Ez volt a beetetés. Azt hittétek, hogy ez egy ilyen egyszerű játék, de közben nem. Na, hát rányomok a fight-ra. Igen, nagyon jó. Turn-based combat van. Nagyon jó. Akkor ez már Darkest Dungeon. Tökre Darkest Dungeon. Na, tehát akkor mehet egy... Elképesztő, ki kell agyalni, hogy mit kell miután nyomni, nagyon jó. Azt mondja, van 6-os, 7-es, de nincs 8-asunk. Tehát akkor mehet a 4-es, 3-as, 2-es. Mehet, srácok, 4-es. Fel kell tölteni, tehát most éppen feltöltöm a blokkot, és ő meg nyomni fogja a Physical Fire, tehát nagyon jók vagyunk. Kombóból charge-olunk, gondolom én. 3-as. Nem fogjuk tudni feltölteni? Úristen! Jó, ki kell venni, srácok, a 4-est. Oké. Na de most az 5-ös jön, vagy a 6-os? Puha. Nem egyszerű. A mini atakot feltöltöttük. Játszunk tovább, nem támadunk. 6-os, úristen, a defense-t is feltöltöttük. Át is megyek, srácok, a jobb felső sarokba, mert nagyon durvák az izgalmak. Aha. Megyünk a 7-esre tovább, itt a 7-es. Kombó bónusz elkezdődött, nagyon durva. Kombó bónusz 20%, elképesztő.
mehet, nagyon intenz lesz a muzsika, mehet a hatos, ott egy hetes. Na, most megszívtuk. Most megszívtuk. Na, azt mondja, hogy mehet egy kis védelem, vagy egy kis támadás. Négyes damage. Defense is ready. Hát én támadtam, az arcába csaptam, és ő is az arcomba csapott. Az gond, gondolom én. Most ez fogja, tehát hogy most a fizika, ötös fizikál damage-et fog nyomni, és én ezt levédem. Deflect ott is van. És ő most akar magára nyomni egy kis defense-t. Na hát akkor jövök én. Jövök én, feltöltöm a támadásomat, és... kivégezzük, srácok, mindjárt, jó? Mhm. Nagyon jó. Az helyzet, nem tudunk több kombót nyomni. Jó, harcoljon. Ott is van. Ott is van, srácok. Hát ez egy ilyen játék. 5 HP-t vesztettünk. Az mondjuk gondolom gond. Fire Magic Damage-et tudunk majd nyomni. Illetve el tudjuk venni az ellenségtől a kijátszható kártyát, mert a Magic adtak. Ja, hogy ezt így mind megszereztem? Szerintem választani kell. Bla 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 bla. Mondd el, a mágus. Betettük. És kérünk egy plusz 2 HP-t. Tehát 2 max HP-val nő a... Tehát, hogy 2-vel nő a max HP-nk, hogyha elköltünk egy skill pontot. Tehát akkor például itt is. Jó, ott van ability. Nagyon jó. Nagyon jó, srácok. Mehet tovább. Én azt mondom, hogy nem. Ott sok fele el lehet menni. Úristen, igen, néha, ja, tökben. Azt majd elolvassátok, úgyis ingyenes. Ha tetszik a játék, akkor mindenféleképpen olvassátok el. Állítólag nagyon jó. Na hát, igen. Itt mire kell nyomni, vajon? A play-re. Mert a play. Aha, hasznos itemek lapulnak. Ott van. Hát ott van az. Vegyük ki. De mit vegyünk ki? Mit akar? Hát de most így mire nyomjak? Most csak a 9-est vegyem ki onnan? Vagy vegyem el az 1-est? Aha, értem. És akkor most én mit tudok? Semmit nem tudok, srácok. Az meg ott egy kulcs volt. Azt hova... Ó! Nagyon jó. 2-es, 3-as. Kell egy 4-es. Viszont vége lesz így a kombónak. Ott a 4-es. 5-ös. 6-os. 7-es. Ez már kombó. Ez már kombó. És sajnos vége is a kombónak. Hát, igen. Vége. Látszok, semmi nem működik most már. Ez 60 pont. 60 kristály. Kristály. Azt mondja, hogy misszeltünk egy kártyát. Valóban, mert ott a nullát le lehetett volna rárakni. Most már sokkal jobb. Ott volt a 9-es. Igaza volt. Igaza volt a játéknak, a vaksi voltam. Nagyon jó, hát ez Virm, mehet. Virm kárd, ez egy vad kártya, bármikor ki lehet játszani. A bombát el lehet dobni duellekbe. Próbáljuk majd ki a következő enemin, azt mondja a játék. Na szóval van egy 9-esünk, mert a Virm kártya. És akkor felvesszük a... a 3-ast, 4-est. 5-öst, és akkor nincs 6-osunk, tehát szívás. Micsoda, vissza lehetett volna menni 4-essel. Francba. Elszúrtam, srácok. Hát figyelmetlen vagyok. 6-os, 7-es, nincs 8-asunk,
Nullásra mehet a 9-es. 7-esre mehet a semmi. 4-esre mehet a 3-as. Azt vissza a 4-es, azt mehet egy 5-ös. Nagyon jó. Nagyon jó. Azt egy 4-es. Elképesztő. Vége a kombónak. 7-es. Nem tudunk semmit. 5-ösre se. 6-osra se. Igen. 5-ösre se. 3-asra se. 1-esre. Oké. 0. 9. 0. 1. Ú, nagyon jó. Hát ez még ingyen is drága. Mármint, na, szegény játék. Jó. Jó. 6-os. 1-es, 2-es. Hát, ugye elfogynak a lapjaim. Konkrétan kifogyott a... Ezt nem. Srácok, ezt újra kell csinálni. Ez nagyon jász volt, ne haragudjatok. Valami, igen. Lej, persze. Súgy, és akkor kezdünk egy olyan, ahogy valamit kiveszünk innen. Tessék, azt nem lát. Akar se. Akkor a 5-öst. Na, tehát akkor... 5-ös. 6-os. Ennyi. Kulcs. De ott volt az 5-ös francba. Megint kezdem a nubaskodást. 6-os, 7-es, 8-as, 9-es. Na hát most ugye kéne a nullás. Nincsen. 8-as, 9-es. Kezdjük előről? Igen, hallom, hogy azt mondjátok, srácok, hogy kezdjük előről, mert csak tökéleteset lehet végignyomni. Lej, persze. És akkor elveszünk valamit. De nem akar, de most muszáj. Egy 9-eset elveszünk. Kulcs. Na, tehát a 6-osnak kell egy 5-ös vagy egy 7-es, nincsen. Na, az 5-ösnek, hát ott egy 6-os. És ennyi volt, tehát, hogy nincs tovább. A 6-osnak kell egy 7-es vagy egy 5-ös, nincs semmi. 1-esnek, 2-es, vagy 0, de az sincs, nagyon jó. 6-os. Hát ez borzalmasabb. Szia, Bújdi. Elképesztő, elképesztő. Hoppá, hoppá, hoppá. Figyeljetek, most nagyokat fogom menni. Menjünk lefele? Nézzük meg lefele. Lehet ostobaság volt. Hát úgy néz ki, hogy ez ostobaság volt. Semmi gond. 2-es, 3-as. Ott amúgy rossz irányba mentünk. Rossz irányba mentünk, tesákok. Nem jó. Ott kihagytunk egy lehetőséget, visszavonunk. Egyszer lehet visszavonni mindent az életbe. Igen, nulla. Húha, húha, húha. Húha, igen, 1-es. Saved, saved. Kombó, nagyon jó. Elképesztő. Meglett a kártya. Kéne egy 3-as. Visszafele megyünk. Vagy előre? Igen, igen. 1-es. 0-es. 9-es. 8-as. 7-es. Úristen, 14-es kombó van, srácok. Hát láttatok már ekkorát? 5-ös. A rossz 4-es, rossz volt a 4-es, ne! Miért nem lehet visszavonni? Francba! Dír. 8-as. Ott a Wyrm kártya. Mert is rárakjuk, azt mondja, hogy... kell egy 4-es. Jó. Tessék. 2-es, Wyrm, 4-es, 5-ös. Hoppá! Perfekt. Hát ki ez a srác? Perfekt, 230. Hát ez sokkal jobb. Ez sokkal jobb. Ez sokkal jobb. Na, és akkor most megyünk harcolni. Harc van, srácok, harc van. A mágus találkozik a rücskös, varacskos, kék
disznó valakinek, már kilátszódik a csontja is a mellső lábán. Na hát ugye, mondom nektek, mit kell csinálni. Tehát poison resistes a vatkan. Poison resistes a vatkan. Tud 6-os milli sebzést nyomni, ami mindenféleképpen fájni fog. És fully, tehát automatikusan felcsárgyolódik neki, ami szívás, és blokkja van physical damage-re, szóval olyan támadás kell nekünk, ami nem poisonos, és igen, megnézzük, hogy mi van. Nem tudunk semmit se berakni, nem tudunk semmit se elkölteni, poison resist van, még mindig. Jó, ez nagyon jó volt, megnéztük. És akkor fight. Azt úgy ki lehet venni? Nem. Hát akkor valami. Ah, de én ezt nem akarom elnyomni, azt majd akkor, hogyha combo bónuszunk van. Tehát akkor mehet. Dual defense card. Ezt bármikor meg lehet nyomni. 8-as. Valami. Nincsen? Nincsen. Menjünk vissza. Alácska, hagyjál békén, légy szíves, köszönöm szépen. Éppen fontos kártyajátékokat vívok itt a haverokkal. Hát ez sehogy nem jó. Azt a 4-es vegyük onnan el, hát ha. Á, ez nem jó. Valami, tessék. Nyomtam egy 5-öt a buksiához. 7-es. 8-as. 7-es. 8-as. Kéne egy 7-es megint. Mert egy támadás. Ha ő éppen tölti a shieldjét. Hát most így mit csináljak ezzel, srácok? Tehát, hogy nullást kaptam. Ja, ott volt az 1-es. Persze, hát azt akartam mondani nektek. Igen, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es. 2-es. 1-es. Amúgy azt nem akarom. Vagy akarom? Fire Magic Damage, mert perzseljük. Ő elnyomta, hogy kell neki 5 Physical Defense, és tölti a melee attackját, de én rátámadok még egyet, és ő deflektál. Leesett. Ha még egyet tudok támadni, akkor az nagyon jó lenne. 5-ös, az ott halál. Instant Damage konkrétan. Egyet rádamage-eltünk. Tehát visszafele megyünk egy kicsit, 4-es, az mi? Recharge. Wow. Victoriális royálka. Nagyon jó. Hát ez nagyon jó, srácok. Mehet tovább. Túl egyszerű. Most már csak ezzel a játékkal fogunk játszani. Igen, fáj a szívem, nagyon jó. Na ez különleges, azt mondja, hogy lehet. Ezt időre kell csinálni, azt hittem. Na hát igen, ott egy kártya, amit jó lenne kivenni. Tehát van egy 6-osunk, és én azt a... Our illustrious champion returns. Welcome home. Prefektor, az illusztris bajnok. Köszi szépen a 4 évnyi támogatásodat méghozzá Tier 2-vel. Köszi szépen. Srácok, peregjenek a szvegek prefektornak. Mi újság? Hogy mint. Ott egy 6-osunk. Én azt mondom nektek, menjen ez. És ez 9-es lesz. Figyeljetek. 0! 1! 2! 1, 2, 3, 2, 1, 0. Mi van? Hogyan tovább? Gond van, ugye? Rossz volt a sorrend? Nincsen egyesünk. Igen. Hát ez 90 power. Nagyon jó. Tarkovizáció, ne is mondd, jó kis tarkovon. 4, 3, igen, 4,
3, 4, 5, de az miért 9-es, miért nem 6-os? Köszi szépen James Cappelget, és peregjenek a szvegek prefektornak, hát egyszer 4 éves egy feliratkozás. Igen, hát most oda lesz, de oda kell, hogy legyen, ugye? Nincsen 6-osunk, szíves. Megjött a 6-os, jöhet a 7-es, jöhet a 8-as. Menjen vissza a 7-es. Menjen a 7-es, 8-as. Melyik 9-es legyen? 9-es, 0-es, 9-es, nagyon jó. Ott egy 0-es, melyik legyen? Huha. Nagyon jó. 9-es, 0-es. Igen, hát 1-es. Nincs 2-es, mi? Nincsen 2-es. Jó, hát akkor ez is itt véget ér. 6-os. 5-ös. 4-es. Healing elixir. 3-as. Valami. Ez ennyi lett. 9-es. És ezzel mit csináljunk? Jó, 7-es. Nagyon jó. 4-es, 5-ös. Valami, igen, tehát hogy nincs. 8, 7. Az nem 6-os. 7. Na, semmi. 3, semmi. Jó. Semmi. 5, semmi. 2, 1. 2, elképesztő. 1, 2, 7. 6, 5, 4. Nagyon jó. Köszi szépen, Blade, a pergetést. Ezt is le kell nyomni. Igen, nagyon fél, ezt mondta. Play. Persze, új képességet fogunk begyűjteni. 8-assal kezdünk. Már is ki tudunk venni egy kártyát valahonnan, hogyha akarunk, persze. Kötelező? Nem. Nem kötelező. Tehát azt akkor használom, amikor akarom. Jó. 9-es, 8-as. Aha. Hát, srácok, rip. Hát így hol lesznek kombóim? 4-es, nagyon jó. 1-et sem tudunk használni. 2-es, 1-es ott van. 2-es. 3-as. Van 7-esünk, meg 8-asunk, meg 9-esünk. Ott volt egy 4-es, igen, azt nem láttam. Mármint, hogy igen, baksi voltam. 8-as, 7-es, 6-os, nagyon jön. Virm. Aha. Persze, kijátsszuk. Hogy is kéne? 1. 0, 9, 8, így jó. Jó volt. Kéne kulcs? Egyébként. Valahol biztos van egy kulcs, gondolom én. Ja, hát azt ugye nem lehet nyomkodni. 7-esre van a semmi. Nagyon jó. Igen, 5-ös, 4-es, 3-as, nincs 3-as. Ó, de ott volt egy 5-ös, 1-es. Semmi. 5-ös, semmi. 8-as, semmi. Oké. Megvan a kulcs. Hát mert lehet azt inkább le kéne venni onnan. Elképesztő kártyáink vannak, srácok. Srácok, inkább rányomok arra, amit szóltak. GG easy. Elképesztő, ez is 3 csillagos lett. Túl könnyű a játék, mert a háborúzás.
Úristen, még egy kreatúra várt ránk. Na, egy bandita. Azt mondja, hogy 17 HP-n van, srácok. Healing elixir. Ja, olyat akarunk majd. Majd egyszer healálni. Most? Most akartam, így van. Levegyük azt, az a gond, hogy az kell. Szevasz, Aquila. Ez milyen kártya lehet ott? Nagyon felnyomjuk a defense-t, mondjuk ő még nem fog semmit se csinálni. El kellett volna jutni 3-ig. Ja, hát most oda a defense-ünk. Jó, feltöltöttük a támadást. 5. 4. 5. Recharge, van egy recharge kártyánk. 3. Egy jó kis damage. Tudunk 10 power-t érte. Ott a 2-es. Ezt elnyomtuk feleslegesen. Francba. Ez mi lesz akkor? Ennyi. Levédtük. Nobz. Akkor 7-es. 8-as. 9-es. 8-as. 7-es. Egy ilyen. És akkor mehet egy magic attack. Na, kaptunk egy 1-est. Legyen nulla. 9-es. 9-es. Újra tölti a táblát. Aha. Na tessék. Nagyon jó. Jó. Wow. Legyen ez. Ez az újratöltős, ez nagyon jó. Ott egy 7-es. Én a 6-os. 5-ös. Hatos. Hetes. Tessék, kombó bónusz. Mert egy égetés. Én azt mondom nektek. Hát 4-et ránk csapott sajnos. És ő most shieldet fog nyomni. Tudunk-e valamit kijátszani? 3-as. Lecsapunk. Ő nyomott magára egy shieldet. 1-esünk van, 0-ánk van. Egyesünk van. 0-ánk van. 9-esünk van. 8-esünk van. 7-esünk. Hát ugye itt egy 6-os ott van. 5-ös. Damolunk. És akkor mehet egy égetés, mit szóltok? Overkill plusz 6.
Hát gondolom azért lett csak great, mert hogy megsebződtünk. Ja nem, kevesebb kör alatt kellett volna lenyomni. Francba. Jó. Nem enged... Ja, várjál. Oho! Megkaptuk a Butcher nénit, aki ilyen orkos. Na hát, ezt még le kell győznünk. Enemy resistant. Tehát, hogy a sztára ellenálló. És azt mondta, hogy jöjjek be ide. És van Frostbite-unk. Tehát... 10-es kombót, ha eléri, akkor lassulni fog. Hát ez most gondolom nagyon jó. Milyen van? Van attack damage növelője, blokja, meg physical damage-e. És fire resistance, tehát ezért mondta, hogy cseréljünk. Értem. Vágom, srácok. Professzionális kártyajátékos vagyok, mert a harc. Na, kaptunk egy 8-ast, mert a 7-es rá. Vagy a 9-est kéne? 9-es. 0-es. Na de melyik 1-es? Hát nagyon sok 1-es van. Legyen ez. És legyen ez. Ciki. Na hát az arcomba nyomott valamit. 27 HP-je van. A 4-esünk. És ennyi? Uh-huh. 6-os. 7-es. Egy 8-as kéne. Mind meghalunk. 2-es. 1-es. 2-es. 1-es. 0-ás. 9-es elképesztő. Egy sebzés. 8-as. Sebzés. 7-es, 6-os, 5-ös, 4-es, 3-as, 2-es. Újra is lehet tölteni. Szevasz, gyap. Micsoda izgalmakra érkeztél, nem de? Ő éppen attack speedet, attack damage-et akar növelni. Akkor mehet egy jó égetésre. Issza és védekezni akar. 6-os. Ez gond. Ez nagyon nagy gond. Ez nagyon nagy. Úristen, srácok, úristen. Jó. 9 HP-ja van. És a következő sebzése iszonyatosan fog fájni. 4-es. Na de most... Hát ez gond. Az gond. Kezdjük itt. 3-as. Worm kártya. 1-es. Mondom, 1-es. 0. Igen. Sebzés. Védekezés. Hát igen. 1-es. Kulcs, berakjuk. 2-es. Nagyon jó. Sebzés. 3-as, 2-es, 3-as. Perzselés. Mármint, hogy csillelés. Ott is van. Nobel nemi. 7 HP-t vesztettem, de 10 kör alatt legyőztem. Konkrétan a 7-edikbe, tehát elsőre. Jó, és akkor megy tovább a kis karakterünk. Spellbookban van neki valami olyan, hogy shake, tehát hogy konkrétan meg tudja rázni, srácok, a földet. Debuffolja az enemy attackot, hogyha a combo eléri 10-et. Mármint, hogy az enyém. Jó. Ez nagyon jó volt, srácok.
így van, pontosan így van. Ez nagyon jó volt. Srácok, remélem, hogy szétizgultátok magatokat. Nagyon, nagyon komoly volt, pontosével. Ez az Ancient Enemy. Ajánlom mindenkinek, aki tud számolni. Nagyon jó. És ennyi. Kártyák, számok. Very big. Megyünk előre, pakolgatjuk a kártyákat, meg harcolunk az ellenség ellen. Soha jobbat. Ezután a Killing Floor-t fogjuk megnézni.